Hello mindenkinek, én Fülöp vagyok, ez pedig itt a Maniac Mansion. Mármint ez az eredeti Maniac Mansion, nem a Deluxe változat, hanem a Commodore 64-es eredeti, amit én annak idején megismertem. Nagyjából hasonlít a Deluxe változatra, viszont abban ugye Razorrel és Bernarddal játszottuk végig. Ugye Sidnek ugyanaz a befejezése, mint Razornak. Jeff egy semmit tevő lusta szörfös, akinek semmilyen befejezése nincsen. Bernard végét már láttuk. Michaelt viszont és Bendit még eddig nem láttuk, úgyhogy most velük fogjuk megnézni, hogy milyen befejezésük van nekik. Úgyhogy kezdjük is el. Húsz évvel ezelőtt. Oké, úgy néz ki, hogy ez az Odon kastély. Biztosan láttam, hogy Dr. Fred idehozta Sandyt. Rajtunk áll, hogy megmentsük őt. Ez lehet, hogy nagyon veszélyes lesz. Ha bárki meggondolta volna magát. Fiúk, láttátok azt a filmet? Amikor négy srác bemegy ebbe a fura házba, és na mindegy, hagyjuk. Oké, gyerünk, mentsük meg Sandyt. Szóval igen, egy kicsit hangosak a tücskök. Figyelem, a belé betolakodókat szörnyűségesen megcsonkítjuk. Szóval természetesen nem fogjuk az egész játékot újra végig játszani, hiszen amint látjuk, azért ez egy kicsit bonyolultabb, mint a Deluxe változat, mármint bonyolultabb a kezelése. Ugye sokkal több parancsot adhatunk ki, ezen kívül ugye a lemezeket is cserélgetni kell, attól függően, hogy hol vagyunk. És hát nincsen zenéje ugye a játéknak, tehát egy kicsit kevésbé élvezhető a játék maga. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Igazából a végét fogjuk megnézni, amikor is Wendy ugye átírja a Meteor életrajzát egy ilyen regényé, azt elküldjük a üzleteleknek, és ő pedig majd szerződést fog ajánlani a Meteornak. Úgyhogy nézzük is!
Szóval itt van ugye Michael, a fotós, aki ő az egyetlen, aki ugye itt az előhívó képezettel elő tudja hívni Ednek a fényképeit. Ugye, ha megnézzük őket, akkor úgy néz ki, hogy Ed tervének a fényképei. Ugye ezt odaadhatjuk Ednek. És akkor segíteni fog ugye a lila csápot eltávolítani onnan. Michael egyébként nagyon jól beleolvad a háttérbe néhol a csodaszép narancs ingében és a csoki barna bőrével. Szóval, hello! Oh. Gyere és látogass meg, hogyha megvannak a terveim. Hát itt van éppen nálam, úgyhogy oda is adjuk neki. Nagyszerű! Előhívtad a terveimet? Na most! Legyőzhetjük a meteort! Találkozzunk a laborban 10 perc múlva. Együtt lerohanjuk a labort. Oké. Hát igazából itt nincsen nagy különbség, ahelyett, hogy a zöld csáp jönne, Ed jön oda és eltávolítja a lila csápot. Ami lényegesebb, az inkább Bendinek a befejezése lesz. Úgyhogy nézzük is meg, ugye mi történik, hogyha elküldjük a meteornak a kéziratát a kiadónak. Á, egy kézirat, nézzük csak! Wow! Hát ez nagyon jó cucc! Milliókat fogok eladni! Talán milliárdokat! Kötök Meteor úrral egy millió dolláros szerződést! Hát igen, szóval üzleteleknek tetszik a kézirat, amit Wendy írt, és hamarosan ugye majd csöngetnek a kapun, és küldik a szerződést. Úgyhogy, hát ezt most ne várjuk meg végig, hanem rögtön odaugrok, amikor már megvan a szerződésünk. Tehát itt van Wendy, és nála van már a szerződés. Ez egy könyvkiadói szerződés, és milliókat ér. Hát igen, ezt fogjuk majd megmutatni a Meteornak, és megnézzük, hogy hogyan fog rá reagálni. Boldog családi portré. Ezek alapján mondjuk úgy tűnik, hogy Dr. Fred és Edna, mintha... Hát, na jó, nem is gondolok bele. És itt van a mi jó öreg emberevő növényünk. Ó! Oh. Üff! Valamint a csillagvizsgáló. Á, Dr. Fredrickre játszik! Azt hiszem, itt az ideje, hogy befejezzük ezt a játékot. Ugye szépen oda megyünk a játékterembe. És... mehet a negyed dolláros a gépbe.
33-01. Most már tudunk mindent. Tegyünk még egy kört a kastélyban. Legalábbis. De hát igazából már itt is vagyunk, úgyhogy... irány. Ó, irány a labor. Wendy odaadja szépen a szerződést Dave-nek. És... megnyomja a vízköpőt. Dave pedig szépen lemegy. Aha. Itt a jó öreg atomreaktor Csernobilból. Nem nyúlok hozzá ahhoz. Nem is kell. Ugye ezt az ajtót nyitja, azt hiszem az ezüstös kulcs. Nem. A rozsdás kulcs. Elfelejtettem. Így van. A külső ajtó már ki is van nyitva. Már csak a belsőt kell, és most már tudjuk is a jelszót. Ugyebár 33-01 volt. Így van, és előkészítjük szépen a... hol van a szerződés? Egy kicsit... igen, ugye a Deluxe változatban minden egyes tárgy egy kép volt hozzárendelve, itt viszont csak maga a szöveg látszik. Hát, ilyen volt még a Commodore-os időkben. És természetesen a rendkívül hosszú töltési idők is a Commodore-os időkhöz tartoztak. Na de nézzük! Tehát jön a jó öreg lila csáp. Mit csinálsz itt? Aha, elkaptalak, miközben betöltél a házunkba. A kínzó kamrába veled. Ó! Oh. Hát ezt elcsesztem. És ezúttal... biztosra megyek, hogy ne juss ki innen. Oké, úgy látszik, hogy elfelejtettem, hogy már... már miközben beszél, cselekednem kell. De semmi vész. Rögtön kinyitom az ajtókat, és újra betörünk a laborba. Külső ajtó kinyitva, belső ajtó 33-01. És mehetünk is. Tehát ugye nekünk a szerződés fog kelleni. Itt is van. Na nézzük. Adjuk oda a szerződést a lila csápnak. Na? Egy kiadói szerződés a Meteornak? Ó, nagyon boldog lesz, hogy ezt láthatja. Bocsi, hogy zavartalak.
Menj tovább, menj tovább! Hát így fegyverezzük le a lila csápot. Egy szív alakú... Na jó, oké. Ugyanazt látjuk benne, mint a derűk szállatban. Hagyjuk. Na nézzük, tehát itt vagyunk Dr. Shed laborjában. Oh, írja az egyes lemezt. Lila csáp, betolakodók! Lila csáp! Lila csáp! Tényleg itt van egy Pepsi automat egyébként. Egy dolláros sem működik, hát most az nincsen nálam. De nem baj. Dr. Fred itt folyamatosan szólítgatja. Oké, szóval túl jutottál a biztonsági rendszeremen. Hello, Sandy. Csak egy dolgot tehetek. Élesítem az önnek szemisítő szerkezetet. Csak én tudom a kódot. Csak én tudom leállítani. Tessék! A ház felrobban 2 percen belül. Oké, ideje. Ideje akcióba lépni. Hát ha jól sejtem, ezt a szerződést egyenesen a Meteornak kell megmutatnunk. Oh! Oh! Gyerünk, 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 gyerünk! Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Itt a kártya, 1 perc, 45 másodperc. Remélhetőleg ugye fog annyira örülni a Meteor. Ezt kapcsoljuk le. Hú, mi történt? Sokkal jobban érzem magam. Szabad vagyok ettől a képnek az irányításától. De várjunk csak! Elindult az önmegsemmisítő? Megpróbálom kikapcsolni. Nem tudom leállítani. A Meteor átvehette az irányítást. Az egész rendszer felett. Hé, haver! Segítened kéne! Meg kell szabadulnunk attól a Meteortól. Egyszer és mindörökre. Hát igen, ugye ugyanezt történik. És még itt is megtehetjük azt, hogy kilőjük szépen az űrbe, de ehelyett, ha már nálunk van ez a... Hol van? Itt van a szerződés. Akkor adjuk oda a Meteornak. Wow! Egy kiadói szerződés? Híres leszek! Nem kell, hogy gonosz legyek ezek után. Dr. Fred? Engedd el a nőt! Az összes nőt! Gazdagok leszünk! Kíváncsi vagyok, milyen nőket tartottak még fogva. Üdvözöljük önöket a reklám után. Egy hírességgel beszélgetünk éppen, aki feladta a bűnözési életmódot azért, hogy egy híres író váljon belőle. Tehát, Mr. Meteor, milyen érzés az, hogy híres lett, ahelyett, hogy hírhetlen? Hát, kacsintás, nagyon jó érzés. De egyedül nem lettem volna képes erre. Hát igen. Ennyi lett volna ez a befejezés.
Igazából így már teljes kép, hogy milyen lehetőségek voltak ebben a játékban. Hát ezt az utolsót ebben a Commodore-os verzióban néztük meg, de szerintem nekem jó volt feleleveníteni ezt újra, úgyhogy remélem tetszett. És hát legközelebb valami nagyon hasonlóval folytatjuk majd. Addig is, hello-sztok!